Egészségnap zajlott március 9-én a Patakparti óvodában. A gyerekeknek és a szülőknek egyaránt szóló rendezvényen az óvoda dolgozói az együtt töltött idő és a közös kikapcsolódás fontosságára, a hungarikumokra és a reformkonyha sokszínűségére hívták fel a figyelmet. A délutáni ételkóstolóra gazdag kínálattal, incsiklandó falatokkal várták a meghívott vendégeket, akik a finom falatok mellett a gyermeknevelésről is kaptak hasznos tanácsokat. A mai egészségnapi rendezvényünkre elsősorban ugye a gyerekeket és a szülőket vártuk. Volt egy meghívott előadónk is, akinek az előadásának a címe Értékeink a gyermeknevelésben, Donátné Kristófik Ágnes volt. Nagyon hasznos információkat adott ő a szülőknek a gyermeknevelésről, a szeretetről, a mindennapi kommunikációval, a problémák megbeszéléséről, a gyermekkel való foglalkozásról, illetve a kreativitásról. A délelőtt folyamán a csoportok a reformételbemutatóra készültek, ahol akár születésnapi, névnapi gyermekzsúrokhoz is adunk ötleteket, hogy a torta, a sütemény helyett hogyan kerülhet előtérbe a családi asztalra is a zöldség és a gyümölcs. A programok lebonyolításában egész nap segédkezett a szülői munkaközösség vezetője, aki a délelőtt zajló közös munkát és a délutáni előadást is hasznosnak találta. Persze hasznos tanácsokat kaptunk itt az előadáson is, gyereknevelésre, a felkészítésre, iskolára való felkészítés, a mindennapokra, a napi rutinra. Ehhez a naphoz csatoltuk mi Magyarország, vagy a magyar hungarikumokat is. Az egyik asztalon látható a hársfatea, a piros arany, a piros paprika, az akácméz, amit szintén a gyerekek ma kóstolgattak, és feldolgoztuk a gyerekekkel együtt. A gyerekek három csoportra bontva különböző játékos foglalkozásokon vehettek részt a délután folyamán. Így oldották meg a szervezők, hogy mind a szülők, mind a gyerekek zavartalanul élvezhessék a programot. Nagyon hasznosnak tartjuk úgy, hogy a szülők az előadásra tudjanak figyelni, a gyermekek pedig a kolléganőimmel, óvodapedagógusokkal, Dajka nénikkel, pedagógiai asszisztensekkel, mivel a hungarikumok is előtérbe került a mai nap folyamán, magyar táncokat jártak, magyar táncokat roptak, kézműves tevékenységeket végeztek, mozgásfejlesztő játékokat, és különféle mesékkel ismerkedtek, amelyek az egészséggel kapcsolatosak, találós kérdéseket, verseket és énekeket mondtak. Körülbelül hány gyereket és szülőt mozgatott meg ez a rendezvény? Hát úgy gondolom, hogy mi próbáltuk így az influenza hullám végére tenni ezt a rendezvényt, de még így is sok beteg volt az óvodánkban, úgyhogy én úgy számoltam, hogy körülbelül 30 szülő volt itt jelen, és a reformétel kóstolóra több szülő érkezett, tehát olyan 50 szülő van most jelen, illetve 50-60 gyermek. Mik a tapasztalatok, mennyire élnek egészségtudatosan a mai családok, mennyire fogékonyak a gyerekek az egészséges ételekre? Nagyon fogékonyak, hisz az építő étterem is nagyon figyel arra, hogy a gyermekeknek ne legyen túlzott cukor, túlzott szénhidrát fogyasztás, ne legyenek sósak az ételek, és mivel minden csoportban van minden héten zöldséggyümölcsnap, minden nap esznek a gyermekek az óvodában zöldséget, gyümölcsök, így úgy gondolom, hogy az óvodán keresztül a családok életébe az egészségtudatosság, a környezettudatosság, a fenntarthatóságra nevelés jelen van. El is fogy itt az óvodában a zöldség és a gyümölcs? Igen, minden nap elfogy, amennyit kiteszünk, a Dajka néni ízlésesen előkészítik a gyümölcstálakat, de nagy csoportos gyerekek már maguk pucolják, maguk készítik a gyümölcsöket elő a fogyasztásra, és minden nap eszünk zöldséget, gyümölcsöt, és itt kiemelném, hogy mennyire fontos a napi vízfogyasztás, hogy a gyerekeknek kis mérő üvegek vagy poharuk van, és minden csoportban lehetőségük van arra, hogy amennyi a folyadék igényük igyanak, de nagyon fontos az, hogy a vízhasználatra, vagy a víztudatosságra mi is neveljük a gyerekeket, üdítőket, cukros italokat nem iszunk, előtérbe terült nálunk a kristálytiszta ivóvíz. Az idei rendezvényen az óvoda dolgozói a testi egészség mellett a lelki egyensúly megőrzésének fontosságára is felhívták a figyelmet.
Nem volt még egészségnapon ilyen kínálatunk, vagy ilyen ötletünk. Ez az első olyan rendezvény, hogy az egészségnapot a hungarikumokkal, illetve a játékokkal kötöttük össze. Nagyon fontos az egészség mellett az, hogy mennyit beszélgetünk a gyerekekkel, mennyit játszunk a gyerekekkel, és az előtérben a szülőknek hasznos tanácsokat adunk, illetve hasznos játék ötleteket adunk az együttjátszáshoz. Ezek között nagyon sok olyan játékot kínálunk, amelyet az óvónénük maguk készítettek, vagy épp akár kavicssal, kővel, babszemmel, milyen jó játékokat lehet játszani. Mit jelent számodra az egészség? Nem vagyok beteg.